你们钓红尾限注太大了。是，我这主线六号，子线二号。子线不大吧？二号。子线不大，子线用长。长。1.5到2米。1.5对着啊。嗯。没对着，有一根1米多，另一根。一个钩。一个钩。那你那有小点的八米一的？不，你直接剪一个就行了吧。九米的主线用八米一的杆子。我用二号主线啊。Az alattam található horgászokból, a háttérzajból, a beszédhangokból, ha nem mondanám, szerintem akkor is kitaláljátok, Kínában vagyok. Mindig is csodálattal néztem ezt a módszert, amit a kínai horgászok művelnek, egy vékony, de rendkívül erős spitzbottal horgásznak, viszont pont annyit fogtak ők is, mint mi, bár ők legalább horgászhatnak. De miért mondom ezt? Mert nagyon ígéretesen indult a mai nap, addig, amíg a vendéglátom telefonjára nem érkezett egy üzenet. Na de nézzétek meg, hogy mi történt eddig a mai nap folyamán.你好，你好，你好，你好！哎呀，辛苦了，走 ，OK， 主要语言有点不通。来，梁总，没什么，可以的。一会儿下面有一个那个英语老师，有啊，可以，对，他才会找咱俩老师。你看，有些那个表皮飘那些碎草，那个碎草就非常不错。Kínai barátaimat nagyon érdekli az, hogy a metódfeeder technika hogyan működik Kínában, ezért ezzel fogok most első nap horgászni. Bekeverem az ehhez szükséges edetőanyagot, ezt tőlük kaptam, előzetesen egyeztettük, hogy nagyjából mire lehet szükség, van itt finomszemcsés edetőanyag és vannak peletek is. Ez nagyon hasonlít egyébként az általunk használt halas peletekhez, akár az Aquagaranthoz vagy a Koppenshez. Több különböző méretben van itt a vödörben. 这种主要的成分是花生、大豆。Nagyon jól néz ki ez a finom szemcsés edetőanyag. Valószínűleg zsemlem volt benne. Ez a fő összetevő a földi magyarú szójabab. Aha. Ó, nagyon kellemes illata van. Földi magyarú és szójabab keverékéből készült, kevéske pelettel dúsítva. És van itt még több különböző örlemény, amit igazából nem tudok. 这种是在中国在台钓里面搓而钓这个鲤鱼效果非常好。De most meg fogom tudni, mi ez? Hefty oluk, ez a fajta dolog Kínában, a tajvani horgászatban csalit dörzsölni, pontyot fogni, a hatás nagyon jó. Megtudtuk. Tehát valamire jó lesz, mert bekeverem. Tökéletes fordítás. 完美的翻译. És akkor itt még egy kis csirketáp is, biztonság kedvéért, ha ez mindez nem lenne elegendő. De szerintem ezzel már bőven megleszek. Oké. Na. Akkor kerüljön egy kis csirketáp a halaknak. Oké, ebből egy felet. Ez egy jó darabos cucc. De remélhetőleg majd kellőképpen tapad is. Rakok ebből a magyarósból, ez nagyon tetszik,
Fáj. Nagyon kellemes az illata is, és az íze is. Rakjunk bele ebből is. Tajvari tából. Egy. Kettő. És egy kis pelet. Jó, jó kis tartalmas cucc. Látszik, hogy a vendégátom sem most kezdte. Nem először kever már ilyet. Várni kell kicsit, hogy megszívja magát. Jó lesz. Párhuzamosan itt kettő film készül. Ez a film, illetve az itt készült tartalom legalább annyira érdekes kínai barátainknak, mint nekünk is. Ugyanis ők kíváncsiak arra, hogy én hogy horgászom itt, én pedig kíváncsi vagyok arra, hogy mit lehet ezzel a technikával most itt fogni. Úgyhogy ezért van párhuzamos forgatás, és ezért dolgozik két operatőr most egyszer egy időben. És hát beszélünk kínaiul is, meg magyarul is, meg mindenféle nyelven is. Egy biztos, ami szerencsénk, hogy van egy közös nyelvünk, amely segít abban, hogy megértsünk mindent, ez pedig nem más, mint a horgászat. A horgászat az világnyelv mindenhol. A horgászat mindenhol horgászat. Igen, az egész országban halászunk. Jó, hát ez félrement. Kettő különböző végszereket állítottam össze. Az egyiken egy pelletfédel komplit kosár van, míg a másikon pedig egy 60 g-os Dart Metal XL kosár. Felcsalizom ezeket, aztán kezdődhet a horgászat. Csalikat azokat otthonról hoztam. Ez viszonylag kis terjedelmű, elfért az utazóbőröndömben. Etetőanyagot és egyébet természetesen nem tudtam magammal hozni, hiszen az már nem fért volna be. Na vajon melyik legyen az első? Megpróbálom a legendás édes ananász wafterrel, világjáró csalimmal. Nem aprózom el, egyből a nagyobbik méretet teszem fel. Csalit is kére feltűzve fogom felkínálni. Először egy adag kaja a töltőszerszámba, belenyom a kosarat. Kifújítom bele a kaját, majd jön a töltőszerszámból csali, és egy újabb adag kaja. Közepében a csali, pont úgy, mint otthon. Nagy távolságban biztos, hogy totál felesleges most bedobni. Nagyon mély a víz, odava dobtam, ott is legalább 12-13 méter a víz mélysége. Ezt előtte megnéztük szonárral, azért tudom. Jó 10 másodperc kellett így is, hogy a medetlenéke süllyedjen ez a nagy súlyú kosár. Most lassan megfeszítem a zsinort, ügyelve arra, hogy ne húzzam el a kosarat a medelfenéken. Na talán most feszült még a zsinór. Erre egy dupla, mangó ízesítésű spécikon meg a kukoricát fogok felfűzni. Ehhez fűzőtűre van szükségem. Ja. Nem sajnálom tőlük jó nagy gombócot. Formázok. Mély a víz, nagy a nyomás, jól bele kell préselni a kaját a kosárba. Kész. Ez a
Na most tért fenékre. I like. Mm. You like? Yeah, I like. What color? Yeah. This can. This is mango flavor. This. Mango. You guys can exchange. Yeah. 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 Most mondja, hogy nem kell annyi idő. Már nem kell annyi idő sem. Jól indul a történet, jóformán még el sem kezdtem horgászni, de már be is lehet fejezni. Ugyanis kaptunk egy üzenetet, hogy jelen pillanatban minden idők legnagyobb vízállása van ezen a tározón. Közel 15 méterrel magasabb a víz, mint kellene. Egyébként ez a túloldalt a fákon látszódik, ugyanis annak kellene, hogy legyen egy partja, de nincs part. Minden fa vízben van. És nemrég elment egy helikopter felettünk, ami egyébként feltérképezte és valószínűleg föl is vette az itt tartózkodásunkat, ez nem vicc. És utána jött egy üzenet, hogy be kell fejeznünk a horgászatot, mert veszélyesnek ítélték. Hát most azt sem tudom egyébként, hogy hogyan fogjuk folytatni a horgászatot, vagy egyáltalán hol. De hát Kínában, a kínai kormánnyal nem lehet szórakozni. Tehát ez nem játék. Felszéléseket ki kell venni, sőt még a botot is el kell távolítani a vízpartról. Persze, amilyen hirtelen jött ez a döntés, lehet, hogy éppen gyorsan fel is oldják majd. Reménykedünk benne, aztán majd kiderül, hogy hogyan folytatjuk hónaptól a horgászatot, vagy ezt az egész túrát. Jelen pillanatban Hubei tartományban a Danjiangkou víztározón horgászok. Ez Ázsia legnagyobb ember által létrehozott mesterséges vízfelülete. Alapterületét tekintve közel 3200 négyzetkilométer. Hogy legyen mihez viszonyítani, a Balaton nem egész 600 négyzetkilométer. Tehát közel 6-szorosa ennek az óriási vízrendszernek a területe a Balatonhoz képest. Egyébként csodálatos, bármerre nézek, mindenhol hegyeket, azokat beborító erdőket, fákat, buja növényzetet látok, és bármennyire is természetesnek tűnik, mégis mesterséges. Ugyanis az egyik ezt tápláló folyót egy hatalmas gáttal elzárták, majd a víz szépen felnőtt, és hát ugye a völgyeket elborította vízzel. Így jött létre ez a víztározó, pont 50 évvel ezelőtt. És hogy kerültem ide? Hogyan tudok itt horgászni? 2019-ben voltam először Kínában, Weihaiban, egy horgászkiállításon vettem részt, és miközben a sorok között sétálgattam, egyszer csak elém állt egy ember, így, you are Gábor Döme, te vagy Döme Gábor. Igen, igen, igen. Jó, hát azért Kínában élek egy páran, mondjuk közel 1,5 milliárdan, de jó, ez egy horgászkiállítás volt, tehát nyilván az ott lévő ember, aki megszólított, azért a horgászatban tájékozott volt. De én is meglepődtem, hogy itt megismertek, és elkezdtünk kommunikálni, elkezdtünk beszélgetni. Ő volt Liang Yuomin, aki a tolmácsa segítségével elmagyarázta, hogy egy csomó videómat látta már, és nagyon tetszik az a módszer, az a stílus, hogy horgászok. És felajánlotta azt, hogy ha legközelebb Kínában járok, szívesen vendégül látna, és horgászunk együtt, tanuljunk egymástól. Na most, bizonyára tudjátok, beütött a Covid, totál lehetetlenné vált Kínába bejutás és a közös horgászat. De most végre 2023-ban el tudtam jönni, és ez a horgászat meg tud valósulni. De hogy mikor tudok visszajutni a szigetünkre, és mikor fogunk újra horgászni, ezt aztán végképp nem tudja egyikünk sem. Majd a kínai kormány eldönti. Totál bizonytalan minden, de hát majd lesz valahogy.
Visszatértünk a szigetre, és bízunk abban, hogy megkapjuk a rajt engedélyt, és végre kezdődhet a horgászat. De amíg erre várunk, remek alkalom ez arra, hogy bemutassam azt a csapatot, akik segítik a munkámat, akikkel együtt horgászhatok. Mellettem áll a már korábban említett Lian Yomin, a főszervező, aki profi módon megtalálta azt a legjobb embert, aki ennek a területnek talán a legjobb ismerője, és Kína egyik legismertebb, legnevesebb horgásza, több százeres vagy több milliós követőbázissal rendelkezik. És ő pedig Yang Yongcai, elnézést, ha nem mondom tökéletesen a kínai neveket, de ezt még gyakorolnom kell. Az ő személyes rekordja is egyébként ebből a hatalmas víztározóból származik, ez egy fekete amúr, amely súlya meghaladta az 50 kg-ot. És a csapatunk harmadik tagja, Ma Yulo, ő pedig az operatőr. Ugye korábban már említettem azt, hogy párhuzamosan kettő film is készül, a kínai változatot ő forgatja. És hát természetesen ez a film nem készülhetne el nélküled, Takács Péter, aki az egész filmet forgatod. És köszönjük, hogy itt vagy velem. Üdvözöljük Kínában halászni! Működik ez? Bizonyára feltűnhetett már korábban is, amikor az eredményagot kevertem, hogy a kommunikáció az egy kicsit nehézkes, de ezt is megoldjuk. Ugyanis vendéglátóim egyike sem beszél angolul, kizárólag a saját anyanyelvét beszéli, mert ugye általában a külföldi túrákon használt nyelv az angol. De ezzel itt semmire sem megyek, és szükségem van olyan eszközökre, mint amit a kezemben tartok. Ez egy fordítógép, a más pedig egy telefon. A fordítógép az segít lefordítani a szövegemet kínaira, illetve hát a kínait magyarra. Na, tegyünk egy próbát. Nagy segítségemre van ez az eszköz. Hát amikor működik, akkor nagy segítségem van. Próbáljuk meg újra. Nagy segítségemre van ez az eszköz, ha működik. Yes. Hogy éppen mit fordított, azt nem tudom. Please. 它非常有效果，这是我们沟通的桥梁. Na, halljuk, mi volt ez? Nagyon hatékony, hogy elhagyja őt, ez a híd a kommunikációnk számára. Na, körülbelül így kommunikálunk, de hát van egy közös nyelvünk, amit viszont mindenki megért, ez pedig a horgászat. Ez a világ minden részén működik, illetve van még egy kommunikációs felületünk, ez a WeChat. Ez Kínában az első számú közösségi platform, amely sok összetettebb egyébként, mint az általunk használt közösségi oldalak, illetve kommunikációra
és minden egyébre alkalmas, illetve hát itt Kínában csak ez működik tulajdonképpen. Ezt letöltöttem, és ami nagy segítségemre van, hogy amikor én elküldöm a szöveget magyarul, ők ezt automatikusan le tudják fordítani kínaira. Illetve amikor ő válaszol nekem, akkor nem magyarra, de angolra lefordítja, amit már egyébként értek. Szóval így megy a kommunikáció, eddig hatékony volt, nyilván lehetne ezzel még fejleszteni, de hát ha nincs más lehetőség, akkor így fogjuk ezt tudni megoldani a túra további részében is. 很高兴加贝尔能来到中国钓鱼，希望我们能在这里捕捉到更大的鱼。 Nagyon örülök, hogy Gabel Kínába jöhet halászni. Remélem, itt nagyobb halat tudunk fogni. Perfect. Yeah. 我们现在出发吧. Menjünk most. Oké. Okay. Szia, szia. Yeah. 一起加油. Yeah. Yeah. Okay. Go. Okay. Go. Go. Végre horgászhatunk. Az én végszelékeim már bekerültek, és most a vendéglátómnak is a helyére kerülnek a végszelékei. Ő nagypontos technikával horgászik, európai stílusban, és edzőhajóval teszi hajszál pontosan a megfelelő helyre a horgot és a végszeléket. Egyelőre maradok a saját módszeremnél, de a körülmények sajnos folyamatosan változnak, a víz szemben láthatólag tovább emelkedik. Ha vége sikerül is eljutni kapásig, ha ki tudom fárasztani a halat, szinte biztos, hogy azzal fogok szembesülni, hogy a mellettem látható fasort, amelyet már vastagon elöntött a víz, ezek egyébként valószínűleg parcéli fák, garantáltan meg fogják célozni a halak. Hát kérdéses, hogy a főzsnorom, amely jelen pillanatban 25-ös, ez elegendő lesz-e? Vagy ezt megelőzendő, és már le kell cserélnem a főzsnort vastagabbra, hoztam magammal, hogy legalább az esélyét megadhassam annak, hogy ha halat akasztok, akkor azt meg is tudjam fogni. Lehet, hogy ez fog következni, és nem kockáztatok. Ez a 有点力量，哈哈哈哈哈，弟子不出来，弟子不出来，看着，哦，哦。
Yes! Yes! Ez igen. Jó, végre, végre, végre hal van a horgon. Illetve hát már a pongyölcsőben. Nosz. 这是中国的鲤鱼，它的形状、体长就非常的长，不像你们那里的那么的厚壮。 Értem. Ez igazi nyurgaponty, sodófarakú, igazi érintetlen vadjószág. Szívüket találgoráltam. Congratulations to you. Zsut. Csak szép. 非常的漂亮，呀！哈哈哈哈哈！Nice，好，让它缓一会儿。啊，这个是sporthorgas，这个一定要让它休息好，然后它想走了，它自己会走。 Yes! Oh. Well done. Safe and covered. <音>来吧，在，嗯，这就叫辈儿。我们等于一根杆子上了一条。其实现在我最着急的是想让那个，像他这两根杆子也上鱼。他有的时候鲤鱼也穿呢。 他说是我的鱼，这个，对，这是职业钓手的一种，怎么说，就是自己的鱼，啊，那是我的鱼，这是他的鱼，就是这个意思，这应该是条青鱼，应该是条青鱼，这冒这种泡的应该是条青鱼。 这是个是公母号，来。Yes， 这是职业钓手的一些尊重。嗯，谁的鱼，谁遛。然后有点像青鱼这条鱼。Yeah。Yeah。Oh black carp。 啊。Oh fecket amur。呼呼呼呼。Yeah。Micsoda reggel。嘿嘿。Ilyen szép hallal。 没问题，相信我没问题。这个回头我们再重新放一下。加布尔有点着急，那个也不知道怎么跟他讲，反正，唉，我妈其实还是希望让国外的朋友呢多钓点鱼，让他们体验一下，是吧？因为我们随时都可以钓。哦，别，不走了。 得慢慢来，这个卸力要来回调整，啊，我这次要保持一个松弛的状态，一定要慢一点。冒泡，这个冒泡一中鱼，我感觉，这不是鲤鱼。
拼命的挣扎要跑。其实刚才如果我们给它抄进来也就抄进来了，但现在再想进来的话就把它第二波力量给它卸掉。Karikába veri ezt a rendkívül erős bózsbotot is. Nagyon erősen védekezik. De gyönyörű hal! Gratulálok! Ah, csúra szép jószág! Egy ilyen hatalmas vízből egy ilyen csúra szép halat megfogni. Az igen! Ez minimum 20 kg. Vagy még attól is több. 这是野生的青鱼，你看它的这个上面的膜的。 Nagyon kemény a szájpereme, ha ide akadt volna, az nem lett volna meg. 对，这野生的青鱼上面磨，上下磨的，就在平时找寻食物的时候磨的。 Tökéletes akadás. 非常的漂亮。 Ez igen. 这条也是非常的漂亮，看它在拉屎。 Oh, ez igen. Yeah. Megmutatta, hogy mit evett. 吃得太饱了。 Mindig az első halakat a legnehezebb megfogni. Szerencsére sikerült. Ráadásul egy ponty, majd egy fekete amúr. De úgy látom, hogy eldőlt a módszer kérdése is. Jelen pillanatban a metódtechnika sajnos itt nem működik. Nekem is át kell térnem a nagypontyos módszerre, és bízom benne, hogy nekem is mielőbb ilyen szép halakat adhat majd. Nice. Csoda szép hal. Szívből gratulálok, barátom. Teljesen egy, hogy angol vagy magyarul mondom. Congratulations. Fú. Juncsár megmutatja most nekünk azt, hogy milyen végszeréket használ. Rendkívül egyszerű, inline ólommal ellátott, ólombetétes előkezsinórral kombinált végszerelék. Ez ugye az ólombetétes rész, ez a kb. 80 cm hosszúságú. Egy 3 unciás, azaz 85 g-os ólom, és egy rövid, maximum 12 cm hosszúságú horogelőke, egy 4-es horoggal. És erre a csali, 2-3 szem gumikukorica. Én is próbáltam a saját gumikukoricáinkat, de eddig erre kapás nem érkezett. Na utasd csak, majd ezt meg kell vizsgáljon közelebbről is. Nagyon kellemes, intenzív csemegőkukorica illata van neki. És a különlegesség, ezt már figyeltem egyébként, vagy kézvettem, nagyon puha, és nagy a felhajtó ereje. Tehát lebeg ez a kukorica. Tehát itt jelen pillanatban, amikor felkerül ez a két gumikukorica, tuti biztos, hogy ezt a horgót elemeli. Ez a kis ólom sörét ezt tartja a mederfenéken ideális pozícióban. Mind a két halat ezzel fogta. A főzsinórjaimat tegnap már lecseréltem vastagabbra, 35-ösre. Nincs más teendő, mint a végszerékeket is lecserélni pont ugyanilyenre, és megpróbálni ezzel tovább horgászni. A végszereléket azt már tegnap is ugye ő eretőhajóval tette be, de most a lényeg, hogy mit tesz az eretőhajóba, mivel etett. Van egy ilyen piros színű kukoricájuk. Ez takarmány kukorica, ízesítve, színezve. Ez kerül elsőként az eretőhajóba. És tegnap este megérkezett a helyi autentikus 100%-ban naturális csemege,
a csiga. Ez itt a halaknak az első számú fő természetes tápláléka. Ebből szedettek egy zsáknyit. Oké. Okay. A kisebbekkel mi is találkoztunk egyébként, ahogy a vízbe léptünk, a köveken mindenhol ezek vannak megtapadva. Tehát ebből lehet valószínűleg a nagyobb mennyiség, de természetesen ez is helyi lakos, ez a nagyobb méretű. Jung Csáj mondta, hogy ezzel majd megpróbáltunk csalizni is a későbbiek folyamán. És akkor nézzük, milyen vízmérségbe kerül le a végszerelék. Nagyon gyorsan mélyül a víz. 8,1 méter, 8,7, 9,3, 10,2, már 12,7. Tizennégy és fél méter itt rakta le. Az első napon 12 méter körüli vízmérségben próbálkoztunk, ott egyetlen kapás sem volt. És tegnap este mondta, hogy megpróbálja mélyebb vízben, ez a 14-15 méter körüli vízmérségben. Észka meg is jött az első ponty. Majd most, ma reggel, az a fantasztikus fekete amur, amelynek együtt örülhettünk. Fú, gyönyörűek ezek a vadhalak. Elképesztően erősek, izmosak, harcosak. Horgot soha garantáltan még nem láttak. Hát nyilván az életükért küzdenek. És jó látni azt, hogy milyen magas szinten van itt is a sportszerű ponthorgászatnak a kultúrája. A kifogott halra nemes ellenfélként és nem pedig táplálékként tekintenek. Látszik az, hogy bánik a hallal, látszik ennek a visszaengedése, és látszik, hogy minden apró részletre mennyire ügyel. Büszke vagyok rá, hogy egy ilyen embertől tanulhatok itt, és vele horgászhatok. Oké, Látszok. Oké, szuper.
OK。嗯。鱼还在吧？在在在。Régen megjöttek el is a kapás. De hát persze, ami bekövetkezhet, az be is következik. Leakadt, két vejük összeakadt, de végül sikerült kiszabadítani. De ez a szó. Jó, táj, a nyilván lá. Ó! Igen, ez egy hal. Ez is komoly hal. Pont. Baromi értékes minden hal. Konkrétan én 3 napot vártam az első kapásra, és erre a gyönyörű nyurgapontyra. De végre itt van. Milyen szép érintetlen hal.谢谢，不客气，谢谢，牛逼，牛逼，哇，继续，ettől szebb reggeli ébresztőt nem is kívánhattam volna, bár megmondom őszintén, hogy menet közben, amikor halat választottam, hát egy fabatkácsot adtam volna érte, hogy végül ki fog jönni. Ugye többször említettem már, hogy a vízállás rendkívül magas, valószínűleg a part oldal, amely ugye rendkívül meredeken mélyül lefelé, hasonlóképpen, mint mellettem baloldalt, ágakat, gajakat, vagy akár egy komplett fát is rejthet, amit ugye nem látunk, mivel elöntötte a víz. Hát persze fárasztás közben ezt megtalálta a hal, nem tudtam kihúzni belőle, ilyenkor egyetlen egy megoldás, egyetlen egy módszer marad, le kell hajtani a felkapókat, vagy ki kell engedni a féket, és hát a hal kihúzza magát. Szerencsére kiúszott belőle, kihúzta a zsinort, kihúzta a végszeléket, tovább tudtam fárasztani és meg tudtam fogni. Amit változtattam az elmúlt napokhoz képest, hogy lecseréltem a Method Feeder kosarakat egy ilyen pontyos, olmos végszelékre. Ez egyébként, ha kell, le tud csúszni, tehát hogyha véletlen a hal beakadna, a végszelék menthetetlenül egy fába beszakadna, akkor ettől a hal meg tud szabadulni, illetve hát az olmot azt nem kell magával cipelnie, mert le tud csúszni erről a gumikúpról. A másik végébe kötöttem egy maximum 15 cm hosszúságú horogelőkét blowback riggel. És erre került fel házigazdának a fogós helyi gumikukoricája, 3 szem. Most résztem vele először, és itt az eredménye. Valamiért ezt nagyon szeretik a halak. Mint már tegnap is mutattam, ez egy nagyon érdekes anyagú, szuperpuha, rugalmas kukorica, amely egyben nagyon jól lebeg, és rendkívül kellemes csemege kukorica illata van. Nagyon jó aromát használnak hozzá. Ebből használtam 3-at, ebből fogok most is felfűzni a hajszerelőkére. És kész. Zseniális ez a blowback rig. Ha rászív, a csali hátcsúszik, szabaddá téve a horgot, tökéletes akadást biztosítva. Na most aztán van itt mindenféle földjó. Sikerült szerezni még egy kevéske főtt, enyhén erjesztett kukoricát, ami össze van keverve piros kukoricával, pelettel, és ami a lényeg, a helyi naturális kaja, vízicsiga. Na,
ebbe aztán megtalálnak a pontyok, meg a fekete amúrok minden ínyenséget. Nagyon fontos a megfelelő vízmérség megtalálása, ezért van szükség a eretőhajóra, illetve hát ezzel lehet hajszál pontosan a végszerék közelébe bejuttatni a csalogatóanyagot. 12-13 méter, 13,7 méter volt, ahol a végszerék most vízbe került. Az égvilágon semmi baja a metódfeeder technikának, olyan helyen, ahol gyors, pörgős horgászatra lehet számítani. Itt ugye erről szó sincs. Tehát ha jó esetben egy nap van egy kapás, akkor már boldogok lehetünk, mert eredményes volt az a nap. De amikor idejöttem, erről semmilyen információm nem volt. És hát bizony ez nem működött. Ezt a horgászatot egyértelműen nagy pontyos technika szolgálja ki, illetve az ahhoz alkalmas végszerékek. Itt várni kell a halra, várni kell a kapásra, amíg az meg nem érkezik. A tábori élethez hozzátartozik az is, hogy mindenki jól nézzen ki. Nem maradhat ki ebből Takács Péter operatőr kollégánk sem. A másik operatőr, srác egyébként az előző életében, az előző munkahelyén profi fodrász volt. Váltik az bizonygatta, hogy ő ebben is a legjobb Kínában, és úgy bizonyíthatja. Péter azt mondta, hogy nagykát már nem tudnak benne tenni, csak jobb lehet a helyzet, és lám, nézzétek meg. Megfiatalodott. Én voltam az első próba, tehát főnökös mégsem nyírhatják ki elsőre. Szó szerint nyírják. Na hát, így telnek a mindennapjaink a semmi közepén. Ilyen vízsporton még úgy sem nyírták a hajamat. Ezt tudni biztos. Kilátás rohadt jó egyébként. Na melyik fodrászszalonnak van ilyen kilátása? Hát valószínűleg egyiknek sem. Éppen reggelihez készülünk, ami egy kicsit elcsúszott, már majdnem 10 óra van, de próbálunk egy kis hazai ízt is belecsempészni a kínai konyhába. Éppen bundás kenyeret készítünk kínai barátainknak, amit úgy néz ki, hogy szívesen fogyasztanak ők is. Hát két nagy főzőmester van itt, Péter és jó magam. Valójában még egyikünk sem. Valójában még egyébként sem csinált távoli körülmények közepette bundás kenyeret. Ez a fő próbánk. Aztán meglátjuk, hogy sikerül, de ami eddig elkészült, az viszont teljesen finom volt, úgyhogy szerintem éhen nem fog most se halni. Kenyeret azt nem találtunk hozzá, csak ilyen lepényt, de úgy néz ki, hogy a célnak ez is tökéletesen megfelel. Together.
Sok mindent láthattatok már, sok érdekes dolgot mutattam már eddig is, de azt még nem, hogy ezen a túrán hol lakunk. Itt van mögöttem rögtön az a sátor, amelyben az éjszakáinkat töltjük közösen Péterrel. Ez egy ilyen klasszikus felépítésű, de teljesen kényelmes, jól kialakított sátor. Véd a bogaraktól. És a két ágy, amely itt található, az kényelmesen elfér, és van még bőven hely a felszeléseink, illetve ruháink tárolására is. Megyek is tovább, és megmutatom a főhadiszállást, de előtte visszacipzározom, nehogy a bogarak behatoljanak. Mint már korábban említettem és bemutattam, 5 fő a csapat. 5 főről kell tulajdonképpen itt gondoskodni, etetni, itatni. Ez itt a főközösségi terünk. Van egyébként minden eszközünk ahhoz, hogy tudjunk főzni. Itt étkezünk, és a csalizás, illetve a végszelékek készítése, az pedig annál az asztalnál történik. A másik operatőr az éppen filmet vág, ő is dolgozik. És ugye a legfontosabb, amely ilyen jellegű munkáknál nélkülözhetetlen, az egy áramellátás. Ez egy nagy teljesítményű villamosgenerátor, nevezhetnénk egy óriás powerbanknek is, amely egyébként szolárcellák segítségével tölthető. Ebből van 2, ez biztosítja nekünk a folyamatos áramellátást, erről tudjuk tölteni a telefonjainkat, a drónt, a laptopot, a kamerát és minden egyéb elektromos eszközt. Emögött található az ő hálósátruk, de van még egy harmadik sátor, Liangnak a sátra, amely a mi sátrunkon túl található, így mindenki komfortosan, kényelmesen tud aludni, pihenni, már hogyha hagyják alak. 5 főt mondtam a csapatra, de van még itt egy plusz fő, ő pedig Yung Chai-nak a kedvenc kutyája, Kanda névre hallgat. Nagyon szép és okos, intelligens kutyus. Ez a táborhely adhok jelleggel a nagy víz miatt a megérkezésem előtt 2 nappal került kialakításra. Az eredeti terv szerint egyáltalán nem itt horgáztunk volna, de ugye már oly sokszor meséltem róla, hogy az extrém magas vízállás lehetetlenné tette az eredeti helyek megközelítését, utakat, erdőket és olyan területeket öntött el a víz, amelyre eddig a történelem során soha nem volt példa. Végül valami megoldást kellett találni, és ez a sziget lett a mencsvárunk. Itt kaptunk ideiglenes engedélyt arra, hogy horgászhassunk. Vendéglátóimmal sokat beszélgettünk a spitzbotos horgászatról, amely itt Kínában az egyik legnépszerűbb horgászmódszer. Sokat láthatunk egyébként ilyet mondjuk például a TikTokon, ahol azt látjuk, hogy 8-9 méteres spitzbotokkal óriás halakat fognak. Egyébként vendéglátóm is az egyik közel 40 kg-os fekete amúlyát, amelyet szintén itt ezen a víztározón fogott, spitzbottal fogta meg. Tehát egyszerűen elképedve sztájtátva néztük azt, hogy mire képes ez a bot, amelyekkel ők horgásznak. Illetve van ennek a fárasztásnak egy speciális technikája, amikor már a bot terhelhetőségének a határához értek, vagy amikor a horgász már elfáradt, és képtelen tulajdonképpen tovább húzni fizikai erővel a botot, akkor egyszer elengedik. Ugyanis a végében van egy gumipók, nevezzük ennek, amely rugalmasságot és további fárasztási lehetőséget ad az eszköznek. Így amikor elfáradt, nem tudja tovább húzni, elengedi, a gumi nyúlik, de viszont a zsír olyan vastag, hogy azt nem tudja eltépni,
majd amikor a hal egy kicsit fáradt, akkor újfent magához húzza a botot, majd folytatja a fárasztást. Elképesztő, hogy ezekkel a rendkívül erős, karcsú és vékony spitzbotokkal szinte bármekkora hal megfogható. Na most kérdezte, hogy milyen méret az, ami szerintem Magyarországon is használható. Én 8-9 méteresbe határoztam ezt meg, azonnal belenyúlt a bottáskájába és mutatta, hogy természetesen erre is van megfelelő eszköze, úgyhogy ezeket fogjuk megnézni. Ez az a bakhutal. Na, csókulaj. Ez így. Jó. Na. Meglepően sok tagból áll egyébként. Látjátok, van a végén egyébként egy gumi nyélfogó is. Gondolom ez segít egyébként abban, hogy ne csúszson meg a keze fárasztás során. Oké. Ezt hívják nagy ostornak. Hát ezzel lehet ostorozni, azt tuti. A legtöbb spitzbot egyébként már egyensúlyintástól széttörne. Ilyenekkel nem is nagyon találkozunk odahaza. Én is megpróbálom. Puh! Ez 8 méteres, de hát így csuklóból könnyedén lehet tartani. Most én csak satszolok, azt mondom, hogy ez maximum 300 g. Egyébként ez úgy látom, hogy japán karbonból készült, tehát a legjobb minőségű alapanyagot használják ahhoz, hogy a legjobb hatást érjék el. Hát ez beszarás. Mit bír? Végül az erőátvitel nagyon jó. Az biztos. Itt van a hosszabbik változata. Ez 9 méteres. Ez is pillekönnyű. Kíváncsi vagyok erre is, hogy összerakva mit mutat. Ez is egykezes. Én régen versenyszerűen, amikor horgáztam, ugye szinte kötelező volt spitzbotot is használni. Na most azok a spitzbotok, amelyekkel én versenyeztem, hát azok sárnehezek voltak ehhez képest. És nyilván nem nagy halakhoz volt kifejlesztve, hanem általában kisméretű keszegekhez. Míg ezekkel meg kivezettem nagy halra lehet horgászni. Elképesztő, hol tart egyébként a botgyártásnak a technológiája. Egykezes bot, 9 méteres bot, egy kézzel, csuklóból tartható. Mindenféle erőködés nélkül. Nagyon örülök, hogy Gabel Kínába halászni, küldeni két horgászbotot, amit általában halászunk, és adunk barátainak. 朋友之间的感情拿回去做个纪念. A barátok közötti érzések visszaadódnak emlékül. Szia, szia. 好朋友. Nagyon szépen köszönöm a szívélyes vendéglátást, és nagyon szépen köszönöm ezeket a horgászbotokat, ki fogom próbálni. Üdvözlöm! Szívesen. Buköcsi! Na hát szóval ez az igazi meglepetés. Erre nem számítottam, nyilván nem azért kértem, hogy mutassa be nekem vendéglátom, hogy mire képesek ezek a botok, hogy végül ajándékba ezt megkaphassam, de nyilván udvariatlanság lenne visszautasítani, és nagyon szépen köszönöm neki, hogy meglepett ezzel. De az igazi meglepetés talán most jön, ugyanis az egyiket szeretném nektek ajándékba adni, az egyik méretet. Választjátok ki, hogy a 8 vagy a 9 méteressel szeretitek horgászni, és írjátok le kommentbe, hogy melyik film részet tetszett nektek a legjobban. És ígérem, hogy decemberben legkésőbb egy valakit meglepek a horgászbotok egyikével.
Hát véget ért az az öt nap, amit a Dandzsánku vízszározón eltöltettem horgászbarátaimmal. Ha csak a számokat nézzük, ha csak a halfogási eredményt vesszük alapul, öt nap alatt összesen három értékeletű kapásunk volt, én ez időszak alatt egy, azaz egyetlen egy darab pontot tudtam fogni. Na most persze jó néhány embernek mosolyra görbül a szája, és azt mondja, hogy na hát ezért kár volt ide utazni ilyen messze, otthon lényegesen többet is foghattál volna. Ez igaz, de ha a körülményeket vesszük alapul, akkor már is más megvilágításba kerülnek a dolgok. Amikor felszálltunk a repülőre, még azt sem tudtuk egyébként, hogy hol fogunk horgászni, vagy egyáltalán horgászhatunk-e. Ugye, mint kiderült, ez a történelmi magas vízállás mindent átírt. A horgászatot menet közben egy napra fel is kellett függeszteni, de szerencsére visszatérhetünk a szigetre, sőt, időközben kiderült az is, hogy a halak döntő többsége most olyan területre úszott ki, ami az elmúlt 50 évben megközelíthetetlen volt, olyan erdőket, mezőket öntött el ez a hatalmas víztározó, amely most új táplálékforrást kínál nekik. Tehát ezeket veszük alapul, akkor az is tudom, hogy egyáltalán három gyönyörű szép halat meg tudtunk fogni ebben a zónában, így még értékesebbek ezek a fogások, amelyekért kőkeményen meg kellett küzdeni. De az utóbbi években számomra már nem feltétlenül a kifogott halak mérete és mennyisége határozza meg egy túra sikerességét. Sokkal fontosabb, hogy milyen élményeket tudok ott megélni, és mit tudok ebből nektek végül visszaadni. És talán ami még ettől is sokkal fontosabb számomra, az pedig az emberi kapcsolatok. Olyan új barátokra, ismerősökre és kapcsolatokra tettem szert itt, amelyekre rendkívül büszke vagyok, hiszen Kína legprofibb horgászával, és azzal a nagyszerű emberrel töltettem ezt a pár napot, akivel 2019-ben ismerkedtem meg, ő egyébként egy profi horgászcikk gyártócikk tulajdonosa is egyben. Az biztos, hogy ennek a túrának még lesz folytatása. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Sisie. Bukacsi! Bukacsi! Gude. Gude. Elmennek ám egyébként. Várjuk, hogy elengedjenek. Itt állunk a zebránál. Várj, van itt egy helyi. Azt hogy oldja meg. Nézzük a helyi. Ja, így kell csinálni. Most jön a felirat 40 percen később. Hát kéne menni. Most, figyelj, itt van egy lyuk. Itt. Gyere. Így. Szügy. Köszi. Elmegy ez. Túléltük. Thank you.
面面。口味的。牛肉牛杂炸酱海带面都有了。来一个包子呗。包子素包子啊。有荤的素的。素包子啊。豆腐海带。嗯。各位尝一下。尝子，尝子有广东。吃。这个是什么？Meg minden. Mondanám, hogy egy tábor cseresznyézünk, de... Tésztázunk. Egy tábor tésztázunk. Itt a másik, de ez... Ez még bizonytalan. De még a milyen tudom szülő van? Egy. Kői ma? Hau csű. Hau csű? Hau csű. Sőgöne? Az nem biztos, hogy hau csű. A csöge bal csö. Ez a zaoszi. 他们在卖菜，还有好吃哦。哦，面开塞，还一点点开塞，卡拉斯，阿妈说面塞，对，没得一点点开塞的。王辣丁，有点搞笑。见过吗？这也太大了。阿木，过硬起来不是？轻轻的啊。Eredeti terv szerint volt még 2 napunk a horgásztúra után, amely alapvetően a kínai nevezetességek megtekintésére volt számva, de vendéglátóim azt mondták, hogy bízzam rájuk, hogy ez a 2 nap hogyan fog eltelni, és meglepetésként még elhoztak egy olyan túra, amely kifejezetten a spitzbotos horgászatnak van szentelve, ugyanis annyit beszélgettünk, és éreklődtem e horgászmódszer iránt, hogy azt mondták, hogy nem mehetek el úgy haza, hogy ezt nem próbálom ki. Úgyhogy nagyon nagy érdeklődéssel és izgalommal várom ezt a horgásznapot, hiszen végre ezzel a rendkívül vékony, erős spitzbottal, amelyről már oly sok felvételt láttam, élőben is kipróbálhatom, hogy mire képes, és valóban mekkora halakat tudok vele megfogni. Itt van a főszereplő a kezemben, ezzel a bottal fogok horgászni. Ez egy 6,3 méter hosszúságú, Kaivo márkajelzésű bot. Egyébként ugye Yungcai ennek a cégnek a fő teszthorgásza, amely Kínában az egyik vezető horgászmárka. Ennek a botnak az erejét és a minőségét mi sem jelzi jobban, mint az, hogy eredeti japán tolálykarbonból készült, és T1100G alapanyagból, amely tudomásom szerint az egyik legjobb, hanem a legjobb karbon alapanyag, amelyből jelen pillanatban horgászbotot csinálnak. Tehát ez adja ennek a rendkívüli erejét és strapabíróságát. Tehát itt nem aprózzák el, nem bízzák a véletlenre, tényleg mindenre a legjobbat teszik bele. Ezért szerzik be Japánban a legjobb karbon alapanyagot, viszont Kínában készítik el végül magát a bottestet. Nagyon céltudatos és frappáns a botnak a kialakítása, amely itt ezzel a gumírozott nyílrésszel válik teljessé. Nedves kézzel is jól megmarkolható, garantáltan nem csúszik meg az ember kezében, meg hát ugye annyira vékony maga a bottest, hogy nincs rajta kapaszkodó felület, tehát valahol, valamikor bele kell tudni kapaszkodni ebbe, amikor húzni kell. Jó, nyilván, hogyha az ember erőbe fogja húzni, akkor valószínűleg itt fogom megtámasztani, meg majd itt, de ez egy stabil fogást adó pont, úgyhogy erre is figyeltek a bot kialakítása során. Ami bizonyára feltűnt, hogy az eddigi csendes, nyugodt környezetből egy városi környezetbe léptünk át, az ehhez párosuló zajokkal együtt,
nézzétek ezt el időnként nekünk, hogy a hang minősége nem olyan, mint mondjuk, amikor csak mi vagyunk egyedül a természet lágy ölén. Itt jönnek-mennek mezőgazdasági gépek, autók, és hát minden egyéb eszköz, amely időnként belehallatszódik a felvételünkbe. De hát ez egy tipikus, amit a legtöbb kínai felvételen láthatunk egyébként, kockató szó szerint a város szélén. Érdekes, hogy nem gömbölmot vagy cseppolmot tesz föl nehezékként, hanem lapolmot. No good. Yeah. Kicsit túlsúlyoztad. Igen, a finom hangolást addig csináljuk, amíg fel nem jön az úszó. Nagyon finomra van súlyozva, éppen csak az úszó antennája látszódik ki. Leellenőrzöm a vízmérséget a horgászhelyem előtt is. Hosszasan magyarázta Jungcáj, hogy az a jó eresztékbeállítás, amikor a horgok a medelfenéken vannak, de az ólom a medelfenék felett 10-15 cm-rel helyezkedik el. Most úgy néz ki, hogy az úszó antennájából következtetve ez pont úgy van, ahogy ő szerette volna, ahogy ő javasolta. Rendkívül egyszerű az eszköztára ennek a módszernek egyébként. Kell egy ülőlárika, amely minden kiegészítőt és kelléket tartalmaz, hasonlóképpen, mint ott van egy versenyláda, illetve van ezeknek a spitzbotoknak egy nagyon praktikus tartója, amely így néz ki. Bármennyire is könnyű ez a spitzbot, még ezt sem kell kézben tartani, erre a jól kialakított, rendkívül egyszerű és praktikus bottartóra ráhelyezve várhatjuk a kapást. Szép nagy horgot rakott föl a szerelékemre, vendéglátóm. Fél rácsali bőven. Sőt, javasolták, hogy minél többet tegyek rá, annál feltűnőbb és annál fogósabb. 6 szem friss csemegőkoricát fűztem fel a horogra, amelyet a csőről mózsoltunk le a horgászat megkezdése előtt. Ugyanezt kerül a másik horogra is. Rájöttetek, megkaptam közben a csalogatanyagokat is, amelyekkel a stég közelébe kell halakat csalogatni. Az egyik a már a csalizásnál is látható kukorica, a másik pedig halas pelet. Ezek bejuttatásához egy ilyen spéci karbonnyeles dobókanalat használnak. Hoppá, hoppá. Közben itt volt az első kapás. Az igen. Szépen föltolt az úszót, miközben itt a dobókanál bemutatásával próbálkoztam. Megérkezett az első hal, pedig még nem is kapott kaját. De elég volt már az is, hogy csali van a horgon. Ez egy szép amúr. Ez az! Sisie! Bukacsi! Na, hát jól indul az a horgászat. Úgy néz ki, kicsit mozgalmasabb lesz, mint az előző víztározón. Itt az első spitbotos amúrom. Sisie, master! Bukacsi! You master! Te vagy az én mesterem most, ez nem kérdés. Szóval, itt van ez a kanál. Na, ezzel próbálok meg ráejtetni. Na, nézzük, hogy sikerül.
Közelébe ment. Ilyen kis pici dobókat még soha nem használtam. Szépen pontosan lehet vele minimális szórással etetni. Pille könnyű, és nagyon szépen pontosan dobható vele a belehelyezett csemege. Szó szerint csemege, mert ez csemegukvica. Na nézzük, hogy működik ez a pelettel. Ó, az még pontosabban dobható, még koncentráltabb. Ez a túra folyamatosan tartogat meglepetéseket és fordulatokat. Amikor már elfoglaltam a helyemet a stégen, amikor már kezdett ráállni a kezem az eretésre, és végre megfogtam az első alat is, akkor vendéglátói mondják, hogy oké, ez mind nagyon szép és nagyon jó, de mit fogsz horgászni, hanem a következő egy arrébb lévő tóban. Az ok nagyon egyszerű, ebben a tóban nagyobb testű halak élnek, sőt van közöttük fekete amúr is. Ha szerencsém van, akár foghatok közülük egy-kettő igazán izmos példányt is. Mi a hangja van már? Lendítésnél is úgy hóg ez a bot, mint egy ostor. Na még egyszer, hadd halljam a hangját, imádom. Ez igen. Ennek bevágtam rendesen. Bevágásnak is milyen durva ereje van. Egyből irányba rántotta a halat. Egy ekkora halnak semmi esélye ezen a cucc ellen. Az ember azt gondolná, hogy egy snetiző bot van a kezében, ami kicsi halak fogására alkalmas. Tessék, egy ilyen, hát majd mindjárt meglátom mekkora, másfél-két kilós, vagy még lehet nagyobb amúrnak a kifárasztása, szinte egy perc. Döbbenetes. A szálkolás egy kicsit körülményes, mert ugye rugalmas is, hajlékony a bot, ezáltal a horog a hallal együtt túlnyúl a nyíltagon, ezért vagy egy hosszú nyelű merítő, vagy pedig egy segítő szükségeltetik ahhoz, hogy biztonságosan szájból vezethető legyen a hal. Ez az! Köszönöm segítséget! Az első hal itt is egy szép amúr. Ez igen. Ez igen. Azt a mindenségit. Az igen. Még nem láttam ilyen hal. Vagy amúr, vagy fekete amúr. Csak a fekete farkát láttam. Teljesen más élménytől egyébként a horgászatnak egy ilyen botta való halfárasztás. De hát manapság kihorgászik már urahaza spicbottal. Nem trendi. De lehet, hogy egyébként ezek az új típusú spicbotok újra meghozzák az embereknek a kedvét. Fekete amúr. Szép fekete amúr. Ez az. Éppen úgy csak belefért. Hát ha Dungeon Crew víztározó nem is sikerült fekete amúrt fognom, itt ez a kis tavon azért megadatott, hogy megfogjam spicbottal életem első fekete amúrját. Itt van ez a gyönyörűség. Ez van legalább 5 kiló. De szépen tartja magát.
Mindig is érdekelt, hogy milyen szereiket használnak a spitzbotos horgászat során. Az egyértelmű, hogy úszós készség, de milyen vastag fűzsnorral, miért van rajta két horog, miért van így súlyozva. Na most ezekre a kérdésekre egyértelműen választ kaptam. Elsőként, ami megdöbbentett, az a fűzsnor vastagsága, amely megegyezik a horogelők a vastagságával is. Ez 0,52 század milliméter átmérőjű. Szóval így már érthető, hogy miért tudnak belekapaszkodni két kézzel, és tudják húzni erőből, izomból, legyen az bármekkora hal. Hogyha a bot nem robban szét, akkor a zsinór az garantáltan nem fog elszakadni. Az úszó az egy fix úszó, alul és felül kettő-kettő darab gumiütközővel van megütköztetve, és ők imádják ezeket a rendkívül hosszú, multikolor antennával ellátott úszókat. Az úszós korszakomból, amikor még versenyszerűen úszós készséggel is horgáztam, onnan tudom, hogy kettő nagy előnye van ennek a hosszú úszónak. Az egyik az a rendkívüli stabilitás, a másik előnye ennek a jól látható piros-sárga, szóval multikolor antennának, hogy minden fényviszony mellett valamelyik szín tökéletesen látható, illetve a halak legkisebb aktivitását is jelzi. Hogyha egy minimális emelés van, már akkor is látványos, vagy ha elhúzza, hát az pedig egyértelmű. Több ilyen úszótudatot már vendéglátom, mindegyik rendkívül igényes, szép kézi munka. Ennek a méretét pontosan nem tudom, csak satszolom, mert nem bírok eligazodni ezeken a kínai írásjeleken. Azt mondom, hogy maximum 10 gram. És akkor itt van az az ólom nehezék, amelyel be van súlyozva az úszó. Mint már korábban is beszéltem róla, lapólommal van az úszó besúlyozva, ők ezt preferálják. A fűzsinór egy közepes méretű csapágyas forgóval van lezárva, és ennek a másik végébe van belekötve a dupla horogelőke. Ez is úgy van megkötve, hogy a kettő horog között legalább legyen 10 cm különbség, így az egyik 40, a másik pedig kb. 50 cm hosszúságú. És amikor kérdeztem, hogy miért használnak kettő horgot, mi értelme, akkor a válasz egyértelmű volt, dupla esély. Van még egy trükk, amit javasolt a vendéglátom. Ez a gumikukorica, ez ugyanaz, mint amit a Dungeon-Ku víztározón használtunk, csak akkor hajszerelőkére fűztük fel. Ez annyira puha, hogy horogra is feltűzhető. És javasolta, hogy ezt kombináljam a csemőkukoricával. Ezáltal egy még könnyebb, még ízletesebb falatot kapunk. Három szem gumikukorica, közte kettő szem friss, teljes kukorica. Október van, de itt úgy éget a nap, hogy muszáj használnom a hosszú UV-álló ruházatot, a kesztyűt, a nyaksálat és ezt a baseball sapkát, amelyet részint letakarok, mert szétéget a nap. Nézd csak, ott a kapás. Azt a... Ez rohadt nagy volt. Fú, akasztottam egy rohadt nagy halat. És elment, és mondja a nyugcáj, hogy az volt a baj, hogy egyszerűen engedtem, de hát engedtem, hát lekért a kezemből a botot. Fú, basszus, ez rohadt nagy volt. Horog jó. Good. Again. Oké, okay. Ja. Erre nem voltam főkészülve, ez lényeges nagyobb volt, mint az előző. Jungcáj azt mondja, hogy ott hibáztam, hogy engedtem neki. A botot lefelé tartottam, ahelyett, hogy tiszta erőből, ahogy bírtam volna, csak húzni kellett volna felfelé. A botnak a rugalmasságával szabad és kell játszani. Ki fogja azt fárasztani a halat? Jó, de hát, hogyha olyan erős, akkor bármennyire is furcsa, itt húzni kell erőből. Amit még meg kell szokni, az a bevágásnak az intenzitása. Nagy erőkart alkalmazva,
a botnak a nyelét bal kézzel megfogva, jobb kézzel mennyire tudok, előre nyúlok, és tiszta erőből be kell vágni. Tehát itt nem kell taknyoskodni, egyszerűen amilyen erőt csak az ember ki tud fejteni, fel kell emelni a botot. Eleve a bot ugye lágy, rugalmas, hosszú zsinór van, meg kell tudni az egészet feszíteni, és a botnak dinamikát és rugalmasságot kell adni. Elméletben már jó vagyok. Profi! Tegnap volt szerencsénk egy horgászboltban is látogatást tenni, és ott tovább erősödött bennem az, amit eddig is tudtam, de a bolt választékát áttekintve egyértelművé vált, hogy Kínában a top 1 horgászat az a spitzbotos horgászat. Ha édesvízi horgászatról beszélünk, akkor a kínaiak azok egyértelműen a spitzbotos horgászmódszerben gondolkodnak, szinte kizárólag, legyen szó kisméretű tenyeres keszegről, vagy egy kapitális méretű fekete amurról. Mindenáron spitzbottal szeretnék ezt megfogni, és meg is vannak hozzá a megfelelő eszközeik. És ami nagyon fontos, hogy nem csak egy ilyen kis méretű kockatavon használják nagy előszeretettel a spitzbotokat, hanem a nagy természetes vizeken is. A korábbi helyszínen, a Danjiangkou víztározón, a főhadiszállásunkként szolgáló hotel előtt is szinte kivétel nélkül mindenki, csak hát nyilván itt lényegesen hosszabb 8-9-10-11 méteres spitzbotokkal horgászott a rendkívül mély vízben, és bízott abban, hogy bármekkor a hal a horgára akad, akkor azt meg is fogja majd tudni vele fogni. Amikor szétnéztünk a horgászboltban, akkor hát nem számoltam össze, de minimum 200-300 fajta különböző, nagyon magas minőségű és helyi viszonylatban is drágának számító spitzbotot tudtunk volna összeszámolni, és volt mellette talán még összesen hát 20-30 gyűrűs bot, azok pedig kizárólag pergető botok voltak. Nyilván spitzbottal a pergetést még nehéz megoldani, így ehhez ez nélkülözhetetlen eszköz. Az európai stílusú ponyhorgászat természetesen már itt is felelhető, de ez még nagyon-nagyon gyerekcipőben jár, illetve ez egy új trend, amely most kezd meghonosodni Kínában. A fegyverhorgászat pedig szinte teljes egészében ismeretlen fogalom, így még nem horgászik senki, úgyhogy itt a remek lehetőség, hogy a kínaiakat megtanítsam fegyverezni, és ezt a piacot is felvilágoztassuk. Látva az eddigieket, volna egy költői kérdésem, bár sejtem, hogy mi a válasz. Szóval megkérdezem tőletek, hogy tetszik-e ez a módszer, kipróbálnátok-e otthon, illetve szerintetek van-e létjogosultsága, akár hasonló vagy bármilyen más környezetben, ahol akár nagy testű alakat is lehetne spitzbottal fogni. Valószínűleg a nézők döntő többsége most mindkét kezét felrakja, és azt mondja, hogy igen, tetszik, szívesen kipróbálnám. De itt jön a következő jogos kérdés, hogy miért nem találkozunk ezekkel a botokkal Magyarországon, vagy Európában? Miért nem terjedtek el? A válasz rendkívül egyszerű, az áruk miatt. Ugyanis ez a bot, tegnap, amikor a horgászboltban voltunk, ugye tettem erről már korábban említést, kézbe vehető volt, és bizony láttam az árát, átszámítva 150.000 forint volt. Na most, ha csak ennél a botnál maradunk, mire ez Magyarországra kerül, beleszámítva a vámot, az áfát, a kereskedőnek a hasznát, hát lényegesen több lesz, az biztos.
Nem is beszélve azokról a botokról, amelyeket már korábban bemutattam, amelyek ennek a botnak a többszörösébe kerülnek. Szóval nem biztos, hogy valaki szívesen adna egy egyszerű spitzbotért akár több százezer forintot, de nem túlzok, volt tegnap a horgászboltban olyan, amelynek az ára meghaladta az 1 millió forintot. Na most ezek után kinek maradt fönt a keze? Ki az, aki bevállalná ennek az anyagi vonzatát? Komolyan kérdezem, szerintetek foglalkozzunk ezzel? Hozzunk be ilyen spitzbotokat Magyarországra? Megvan a gyártói kontakt, nagyon szívesen segítenek kínai barátaim ebben, de hogyha mondjuk egy évben el lehet adni 3 darabot, akkor nyilvánvaló nincs ennek értelme. Szóval érdekel a véleményetek, legyetek kedvesek, a kommentek között írjátok ezt le. Zárszóként ehhez még annyit tennék hozzá, hogy az élmes magyar kereskedőket ismerve, szinte biztosra veszem, hogy hamarosan megjelenik a magyar piacon is néhány olyan 10-15 ezer forintért megvásárolható eredeti kínai törhetetlen spitzbot, amelyre ugyanazt fogják mondani, mint ezekre a spitzbotokra, hogy garantáltan pillekönnyű és törhetetlen. Csodák nincsenek. Szóval ezt csak a legjobb minőségű torékarbonból lehet megcsinálni, az pedig baromi drága. Azt 10-15 ezer forintért nem lehet sajnos adni. Ez a Wudang-hegy a Ming dinasztia idején. És 9 kanyar van, hogy elérje az arany tetejét. A Wudang-hegyi palota teljes építési folyamata összesen 14 évig tartott, és a Ming dinasztia leghosszabb és legnagyobb nemzeti projektje volt. Összesen több mint 200 ezer embert használtak. Ez az aranytető 609 éves, a Ming dinasztia. 1994-ben a Wudang-hegy ősi épületét az Egyesült Nemzetek Világörökségi Bizottsága a világörökség listáján szerepeltette. Thank you.
A vudang épületek tetején repülő ereszek és sarkok vannak, és gyakran vannak kis állatok. Ezeket a kis állatokat halhatatlanoknak és vadállatoknak nevezik. Úgy tekintik őket, mint a gonosz jótékony hatásúvá alakítását, a tűz eloltását és a gonosz elfojtását. Összesen 11 halhatatlan halad előre, és ez utóbbi időben halhatatlanok, sárkányok, főnixek és oroszlánok, pegazusok, csikóhalak, esőviadalos majmok. Ezeknek az állatoknak a metaforái többnyire kedvező dolgokat képviselnek a gonosz szellemek előzésére, és csak a tűzoltás és a katasztrófák kiküszöbölése, valamint a démon növények csökkentése. Minél magasabb az épület szintje, annál több. Elképesztően mozgalmas volt a kínai túra, bármennyire is fárasztó volt, nyugodtan mondhatom mindkettőnk nevében, operatőr kollégám Takács Péter és magam nevében, hogy minden percét élveztük. A Wudang-hegységben tett látogatás, ami az utolsó napi programunk volt, egyfajta időutazás is volt a kínai történelemben. Többször megköszöntem már vendéglátóimnak, hogy leszervezték ezt a túrát, és az elmúlt pár napot együtt tölthettük. De úgy gondolom, hogy a film méltó befejezését a következő képsorok adják majd igazán vissza. Drága barátaim, annyi mindent kaptam tőletek az elmúlt napokban, hogy azt nagyon nehezen tudnám viszonozni. Nagyon szépen köszönöm. És az nem kérdés, hogy azokat a botokat, ósókat, kiegészítőket, csalikat, amiket magammal hoztam, szeretném nektek ajándékba adni. Próbáljátok ki, hát ha nagyobb szerencsével jártok, és még több halat fogtok vele, mint én az elmúlt öt napban. Sisie! Sisie! Köszönöm szépen! Sisie! Köszönöm 非常感谢，谢谢 ，Thank you， 左手，谢谢，那个左手，谢谢，这个轮子都是带他们签名的，Nice，谢谢，Thank you， 把这个人给我了，谢谢啊，谢谢，不客气，不客气，谢谢，非常感谢，谢谢，Thank you，Thank you，谢谢，不客气，谢谢。